Számos platina és aranylemez tulajdonosával beszélgetünk, Major Eszter dalszövegíró. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az apropó pedig az, hogy Major Eszter kapta idén az Artis Jus az év könnyű zenei szövegíró díját. Gratulálunk ehhez Köszönöm az elismeréshez mindenek előtt. Váratlanul érte, nyilván ezt mindig megkérdezik, és az ember minden díj váratlanul éri, de azt gondolom, hogy ha évek óta ezzel foglalkozik, akkor ott van benne, hogy talán ez a grémium, ez az elismerés egyszer majd megérkezik. Így volt? Persze, már régóta gondolkodtam rajta, hogy egyszer biztos majd eljutok én is ide, de azért ettől függetlenül nagyon meglepett, mert valahogy most ebben az időszakban nem ez volt a központi téma, hogy akkor Artis Jus díj vagy ilyesmi, hanem így az egész, ami most így a művészvilágban zajlik. Hogy egyrészt a hála, hogy nekem van munkám, másrészt, hogy ugye azok, akiknek dolgozom, nem tudnak koncertezni, mert itt teljesen más gondolataim voltak tavasszal, amikor felhívtak, hogy én kapom ezt a díjat. Hát a hála egyébként egy érdekes fogalom ebben a körben, ugye nem tudom, mennyire hálások, gondolom nagyon, azok a sztárok, akiknek ugye a dalainak a szövegét sikerült megírni, de viszont ugyanakkor ez a szerepkör meg önmagában, ezen a díjon kívül egyébként egy hálátlan feladat, nem, és a háttérben zajlik, nem sokan tudnak arról, hogy egy nagy slágert, egy nagy sztárnak a sikerét tulajdonképpen kinek köszönheti? Hát igen, nevezhetjük végül is annak, mert a mi nevünk szerepel ugyan a lemezeken, de hát mégiscsak az énekesek viszik sikerre, ők kapják az elismeréseket, de egyébként nekem mindig szerencsém volt ilyen szempontból, mert akikkel együtt dolgoztam, valahogy... Mondjuk példákat, Eszter, akik esetleg nem pontosan tudnák, hogy kik előadók, azok, akikkel szívesen előadóval dolgoztál. Mondjuk, akkor mondom azokat, akik tényleg mindig megemlítik, hogy együtt dolgozunk. Például itt van Szekeres Adrián, aki minden koncerten elmondja, hogy ki a szövegíró, ki a zeneszerző. Ez egy fantasztikus érzés. Most Kökény Attilával ültem pont egy műsorban, és ő is arról beszélt, hogy persze övék a dal, meg ők éneklik, de hát, hogy kik vannak mögöttük. Itt van például a Hooligans, ők sem rejtik véka alá, hogy mondjuk én írom a szövegeiknek egy részét. Az mit jelent, hogy dolgozunk együtt egyébként? Ez érdekel engem, hogy történik, írsz szövegeket, és aztán azt megzenésítik, vagy fordítva, és az együttműködés, az együtt dolgozás az tényleg úgy történik, hogy egyeztettek gondolatmenetet, stílust, egyebeket, vagy egymástól független, aztán összepasszítjátok a... Nem, ez egy nagyon, nagyon jól bevált folyamat, hogy először megvan a zene. Tudjuk azt, hogy ki fogja énekelni, és akkor kapom én meg már meghangszerelve, felhalandzsázva angolul, és akkor egyeztetek a zeneszerzővel, az énekessel, és utána állok neki a munkának. Aztán van olyan, amikor maga az előadó a zeneszerző, akkor ugye ketten ülünk le, ketten beszélünk. Szerencsésebb dolog. Milyen érdekes, én mindig azt gondoltam, hogy a dalszöveg az lehet, hogy néha hamarabb megszületik, akkor ez teljesen... És megzenésítik. És megzenésítik, tehát inkább fordítva jellemző, igen, hogy igen. A dallama születik meg, és ahhoz készül utána a szöveg. Mennyire kell belebújni, hiszen valamilyenek vagyunk mindannyian. Ennyi fajta köntöst tudsz te is felvenni, hogy egyszer kell egy picit Kökény Attilává, Szekeres Adriánné alakulni az embernek ahhoz, hogy jó szöveget tudjon neki írni? Hát igen, ez elvárás, hogy ezt az ember meg tudja csinálni, de hát a dalok is annyira különbözőek, hogy más szöveget igényelnek. Tehát, hogy meg egy férfi előadó, vagy egy női előadó annyira más szókincsel tud érvényesülni. És témát azért mondanak, hogy miről szeret? Igen. Olyan is van, aztán olyan is van, amikor abszolút nem is a dal adja magát. Úgyhogy... Nagyon érdekes folyamat lehet egyébként, tényleg ez az együtt dolgozás, együttműködés. Egyébként most az elmúlt időszak, ezt mindenkitől megkérdezzük a művészvilágban, sokakat megviselt, mennyire könnyítette meg, vagy nehezítette meg például egy szövegíró, dalszövegírónak a dolgát. Végülis a fióknak is lehet dolgozni, nem függetlenül, hogy nem voltak szereplések, de lehet, hogy még nyugodtabban. Nagyon sok videoklip készült, sok lemezfelvétel volt, otthoni stúdiókban, tehát nem feltétlen találkoztunk, vagy találkoztak a szerzők meg az előadók, de ugyanúgy ment az alkotó munka, sőt azt érzem, hogy elmélyült ebben. Tehát, hogy több időnk is volt foglalkozni ezekkel, nem rohant mindenki mindenhova. Jó, nem nehezítette meg, vagy nem könnyítette meg az én dolgom, hogy a gyerekek is otthon voltak, de rengeteg dal született, és talán mondjuk ez is az eredménye, ez a díj. A díj, hogy... Igen, mert nagyon sokat dolgoztam. Úgy foglalkoztat, hogy amikor
mekkora sikerként, mi a siker a te szempontodban, megfordítom akkor a kérdést. Hát például most, amikor kiszálltam a taxiból, amikor jöttem, pont egy saját dalom szólt, és akkor úgy mosolyogtam magamban, hogy de jó, hogy ez annyira jó ez, és nagyon rég nem hallottam egy 10 éves dal, kérdeztem is, hogy ez melyik rádió, és hogy az, hogy hallom, hogy visszahallom, hogy a koncerten éneklik, ami egy nagyon durva szint szerintem, és ezt sose szoktam elmondani, hogy emberek magukra tetováltatják a dalszöveget. Tehát, hogy ez tényleg olyan... A te fejedből megszűnt, és csak ott látod valakinek a karján, vagy örökre, a testén. Örökre hordja. Szóval, hogy azért ez nagyon-nagyon... Nyilván azért az is a hátterében van, és nem tudom, személyes tapasztalat biztos jobban tudod, mint mi, hogy mennyire növekszik, vagy nőtt meg az igény, az igényesebb szövegek, tehát ne csak egy zene menjen, aztán valaki ott, ahogy mondtad, hogy angol, felhalandzsázzák, mert sok sláger volt egy ilyen időszak, mikor... Úgy is maradt. Most, igen? Tehát nem. Ez még mindig egy prémium szegmens, tehát egy szűk szegmens, ahol igényes szövegeket igényelnek az előadók is? Nagyon-nagyon... átalakult ez. Én azt gondolom, most már elég régóta benne vagyok a szakmában, hogy én például azt, magamról azt gondolom, hogy én mindig igyekeztem igényes dalszöveget írni, és azt látom, hogy az előadók sokszor most már átveszik, ugye, hogy maguknak írnak. És akkor egyszer el is hangzott egy ilyen, nem tehetségkutató, hanem egy dalversenyben, hogy ez egy szakma. És persze én is elkezdtem valahol, és én sem tanultam, mert ugye ez olyan szakma, amit nem tanítanak, vagy legalábbis akik, igen. Tehát valahol el kell kezdeni, de az egészen biztos, hogy csak azért, hogy ezen akarom belül, hogy mindenképp ők írják, szerintem érdemes egyébként szakemberhez fordulni, de én nagyon szeretem, hogyha az előadó tudja, hogy miről szeretne énekelni, és akkor össze tudunk dolgozni. Nagyon szépen gratulálunk, köszönjük. Az nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, és szép napot kívánunk. Viszont.